Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves nézőt. Bódi Tibor vagyok, a Sugás. Az őseink hagyatékának, sorozatának 4 éves évfordulóját ünnepeljük, és ezen alkalomból érte az a megtiszteltetés, hogy most én kérdezem a műsor létrehozóját és máskori vezetőjét, hogy segítsen nekünk, ismertesse meg velünk ezt a folyamatot. Tóth Tibor, légy szíves, mondd el nekünk, hogy mi volt az a gondolatiság, mi volt az a sugallat, ami elindított téged ezen az úton, hogy egy ilyen sorozatot megteremtsél, létrehozzá. Hát, köszönöm szépen egyrészt, hogy vállaltad ezt a feladatot, felelősséget. Én köszönöm a nézőknek, hogy 4 éve figyelemmel kísérik a műsort, és köszöntöm a nézőket. Ha lennének véletlenek, tehát hogyha hinnék a véletlenekbe, akkor azt mondom, hogy egészen véletlenül, gyakorlatilag 4 évvel ezelőtt, tehát 2015 februárjában, véletlenül tűzgyújtó boldogasszony napján tartottam Baja felé egy ilyen szemnyitogató előadás sorozatot tartani, egy tanítványommal együtt, és egyik pillanatra másikra jött egy ilyen, véletlenül egy ilyen gondolat. Egyébként régóta törtem a fejem azon, hogy hogyan tudnék a magyarság számára valami maradandót biztosítani. Az iskolámban ugye az egyik jelmondat mindig a tanítványaim felé, ami természetesen rám duplán vonatkozik legalább, hogy mindig úgy éljük az életünket, hogy ne csak mi legyünk büszkék az őseinkre, hanem majd, hogyha ha ők visszanéznek, büszkék lehessenek ránk, és majd az unokáink pedig példaként tekintsenek ránk. És ez gyakorlatilag mondhatnánk mai nyelvezette, hogy ez egy ilyen motivációs mondat is, és én nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogyan tudnék én tenni ezért az előadásokon túl, meg szertartásokon túl, hogy még nagyobb embertömeget tudjon ez megérinteni, olyat is, aki esetleg még nincs ebben benne, de nyitott a lelke és a szíve, és érdeklődéssel fogadja, de mondjuk vagy nem tudja megtenni, hogy eljöjjön egy előadásra, mert annyira akár vidéken lakik, vagy esetleg mozgáskorlátozott, vagy olyan családtagja van, aki miatt nem tud mozdulni, és egyik pillanatra a másikra kezembe került egy újság, ahol ott szerepelt a 6-os csatorna, és hogy itt tévéműsorokat lehet csinálni, és én úgy, ahogy voltam, azonnal fölhívtam, tehát az én saját temperamentumom szerint, és én úgy is kezdtem, a Paul Lilla vette fel a telefont, hogy én akarok egy tévéműsort, Őseink hagyatéka címmel itt a 6-os csatornán, és így egészen ő is meglepődött, ő is egy temperamentumos, csodálatos hölgy, ezúton is köszönöm neki, hogy létrejöhetett a műsor, és hát mindenkinek, aki segítségben van, operatőrök, hangmérnökök, mindenki, aki itt a 6-os csatornában segíti ezt a műsort. És egészen meglepődött, hogy és mondtam, hogy hát minél hamarabb, és hát jó, ugye ezt gyakorlatilag 24 órán belül jöttem személyesen egyeztetni, megegyeztünk a részletekbe, egészen váratlan gyorsasággal készült el a digitális hátterünk, tehát tényleg minden úgy ment, mint a karikacsapás, és ez az én hit világomban ez úgy van, hogyha valaminek útja van, akkor az a teremtő segíti, tehát akkor mindig minden gyorsan és jól alakul, és pozitívan, ha nem, akkor meg nyilván jönnek a bökkenők. Hát itt nem volt bökkenő gyakorlatilag, és pontosan azért volt így, mert gyakorlatilag megadta Jóisten, hogy van ház a családnak, van autó a családnak, tehát amire szükségünk van a mai világban, ezt odaadta a Teremtő Isten, nyilván dolgozni kellett érte, tehát nem lottón nyertük, de nem is veszítjük el lottón, mert nem szerencsejátékozunk. Viszont úgy gondoltam, hogy, illetve úgy gondoltuk a család is, hogy akkor amit meg ezen kívül kapunk, azt a magyarság sorsára fordítjuk. Számunkra ezért is jött létre a műsor, tehát hogy tudjunk így is adni az embereknek. Tehát a rövid útja ennek, hogy hogyan alakult meg 4 éve, ez így alakult. Köszönöm a válaszodat. Következő kérdés. Mi volt az a konkrét cél, vagy mik voltak azok a célkütőzéseid, amit a műsor által az emberekhez eljutatott információk által szerette volna elérni? Egyrészt, hogy semmiképp sem agresszíven, semmiképp sem politikai, vallási vagy gazdasági behatás alatt
álló embereket, akik már a saját területükön számomra hitelesen bizonyítottak, teszik a dolgukat, de nem, egy jó részük nem közismert, sőt, a média inkább hallgat róluk, mint hogy beszélne, hogy ezeket az embereket megszólaltassam, és az értékadó munkájukat valóban értékként tovább tudjuk adni így a televízión keresztül a többi ember számára, amiből egyrészt lélekben és szellemben meríthetnek, és hogyha lélekben, szellemben merítünk, akkor ez mindig fizikai változás is követi. Úgyhogy ez számomra nagyon fontos volt, hogy hiteles emberek legyenek megszólítva, akik valóban teszik is a dolgukat, tehát nem csak elméleteket gyártanak. Bevallom, hogy én azokat a típusú embereket tartom előtérben, akik, ha eljön az idő, akkor nem vágyakkal kerülnek át a túlvilágra, hanem emlékekkel. Tehát akik már csináltak valamit, és nem azon jár az agyuk, hogy mit kellene másoknak csinálni, és ők maguk nem tesznek semmit, hanem az elméletükből valóságot tudnak, valóságból tapasztalatot, és ezt a tapasztalatot osztják meg az emberekkel. Nekem ez egy nagyon fontos értékmérő. Köszönöm a válaszodat. Hát akkor gyakorlatilag te egy nagyon nagy légüres teret töltöttél be, mert pont ezek azok az értékek, vagy pont ezek azok az értékes embertársaink, akiket a mostani nyilvános nagy média nem hajlandó bemutatni. Mert hogy nem mindenkinek az az érdeke, hogy az embertársaink tudatosodjanak, fejlődjenek. És akkor ezt te felkaroltad, és igyekezve én ezt pótolni, hát mások nevében is köszönet a munkádért. Következő. Mik azok a fő célok, amik a mostani visszajelzések és az eddigi tapasztalataid alapján most megjelentek a műsorra kapcsolatosan az életedben? Hát szívet melengető a tapasztalat. Tehát mindig, amikor egy kicsit, igazából azt nem lehet mondani, hogy van rossz napom, csak mondjuk egy kicsit úgy egy kicsit borúsabb az ég, akkor van úgy, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy már majdnem a világ vége, de hát Magyarország a világ közepe, legalábbis az én lelkemben, de mondjuk olyan vidéki kisfaluban járok, ahol talán 20 ház, hogyha van összesen, és ott kiszaladnak az egyik házból, mert mondjuk pont defektes kereket cserélnek, és felismernek, és megköszönik, hogy van a műsor, és arra kérnek könnyes szemmel, hogy abban ne hagyjuk, mert ők nekik ez az egy van, amiből tudnak meríteni. De van olyan, hogy tehát tényleg akár itt Budapesten is a városban, vagy vidéken több helyen megállok, és hála Istennek abszolút pozitív visszajelzéseket kapok. Olyan is volt, aki 30 évig volt történelemtanár, és könnyes szemmel köszönte meg, hogy egy olyan űrt tölt be a műsor, amiből lélekben is, szellemileg is tudnak meríteni, és hát nyilvánvalóan ez visszahat a fizikai életükre is. Úgyhogy igazából ezek nekem nagyon fontosak az én lelkemnek, tehát nekem igazából a világa az én lelkemben mérezkedik meg, nem feltétlenül a fizikai síkon, de mindig követi a fizikai sík. Tehát ez az egyik elhagyhatatlan a másik számára. A célok pedig még több hiteles embert megszólítani, még több fiatalt, mert egyre több fiatalunk van, aki igaz magyar ember, teszi a dolgát, tehát abszolút kinőve úgymond a mai korból és a mai trendekből, de akár olyan is, aki a mai trendek szerint is tud magyarul élni, mert nem lehet pálcát törni a fölött, hogyha mondjuk valaki egy mai divatnak megfelelően öltözködik, viselkedik, de a lelkében tud magyar lenni, tehát nem kell ahhoz mindenkinek díszmagyarba járni, hogy ő a lelkében magyar legyen, hiszen a cselekedetei azok, amik megmutatják a magyarságát. Én nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki tetőtől talpig ugyan különböző korokból és különböző helyekről származó néhány, akár kínai hamisítványként készült magyaros dolgot hordott magán, de lelkében nem az volt. És találkoztam olyannal, aki nem volt semmilyen magyaros dolog, de amikor megszólalt és beszélt a nemzetről, és ami érzés átjött, az külön volt minden díszmagyaros embernél, akivel találkoztam. Úgyhogy a célom az, hogy még több ilyen embert megszólítani,
ahogyan eddig is, akár civil szerveződéseket is, ahol már valós cselekmény van, és nem csak elképzelések vannak, és nem csak várakozások, hanem úgymond van teljesítmény, akkor azokat szintén megszólítani, illetve akik korábban megszólaltak műsorban, fiatalok, vagy emberek, közösségek, azokat most már elkezdeni visszahívni, hogy azóta mi az, ami változott az életükben, hova jutottak azóta, hiszen érdekel a sorsuk, bár személyesen szinte mindenkivel tudom tartani a kapcsolatot, de hogy a nézők is tudjanak róla, hogy avval, hogy megnézték, hogy továbbadták, megosztották a videókat, hogy micsoda segítséget tudunk nyújtani egymásnak, pedig néha csak egy gombnyomás. Igen. A műsorodban, akiket megismertetsz az embertársainkkal, vagy azok a témák, jelentkezőkből választasz, vagy te eredsz utána egy-egy témának, vagy egy-egy kívánatos, bemutatandó embertársunknak? Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, tehát igazi riporter kérdés. Egyébként meg kell mondjam őszintén, hogy van, amikor vannak jelentkezők is, de az igazság az, hogy én ezt mindig odafentre bízom. És van, hogy az utolsó pillanatban kerül elém akár egy újságcikk, akár egy ember az utcán, akire találkozunk, és ő mond valamit, és azután elindul egy folyamat, de akár ilyen közösségi megosztó portálokon megjelenik valamit, tehát nagyon sokszor tényleg utolsó pillanatban, hogy szinte már indulunk, és még mindig úgy van, hogy és pont a Teremtőisten oda vezérel valakit, akivel dolgunk van, és általában ezekről mindenkiről mondhatom tényleg, aki a műsorban volt, hogy barátom is. És ez nekem egy nagyon nagy dolog. És az, hogy ezt közé tehetjük, és így sok ember barátjává válik. Következő kérdésem. Mikor találkoztál te azokkal az értékekkel, amik elindítottak ezen az úton? Most nem csak a műsor megszervezéséről, forgatásáról, illetve a témák megválasztásáról beszélek, hanem az egyéni életedben mikor jelentek meg ezek az értékek? Azt is mondjam, hogy hogyan, vagy csak, hogy mikor. Mert ez egy Én nagyon úgy gondolom, érdekes... hogy sok nézőt érdekel ez, hogyha megosztod, megköszönjük. Örömmel. Tehát éltem az életemet egy jó darabig, tehát én 27 éve foglalkozom emberekkel, tehát kezelem őket, tanítok, igyekszem ezt a tudást a magam módján és lehetősége szerint átadni az embereknek, a tanítványaimnak. Az első 10 év az úgy telt az életemből, hogy a mai világ elvárásai szerint igyekeztem, és egyébként a koromnak, akkori koromnak megfelelően, hiszen az élet, az ember élet első harmadában ugye törekszik a gyarapodásra, az egzisztenciának a kialakítására, én is így tettem, autó, ház, anyagi javak úgymond meglegyenek, mert ez volt az akkori világnak megfelelő elvárás, és akkor még én is azon voltam, hogy annak feleljek meg, és ne önmagamnak. De hát ez kellett ahhoz, hogy ma már tudjam, hogy nem ez a fontos, de akkor fontos volt. És ez megtörtént, megadott mindent a Teremtő Isten, de valami hiányzott. Amit akkor még nem tudtam, hogy mi, csak az ember elindult egy ilyen kereső fázisba, amikor a léleknek és a szellemnek kell valami. Tehát ott volt a fizikai tudás, minden, ami fizikai síkon úgy gondoltam, hogy szükséges, de valami hiányzott. És akkor jött a magyarságtudat, a nemzettudat. Az már egy nagyon nagy előrelépés volt, de még mindig valami sántított. Tehát olyan kicsit, tehát igen, jó embert, de mégis egy kicsit horpadás volt a veknin, amiből jött a kenyér, és így az én kenyerem is egy kicsit horpat volt. Akkor jött egy nagy fizikai sík, hát ugye mivel az érdekelt, nyilván azon a szinten kaptam meg a tanítást, roppant rövid idő alatt egy hatalmas nagy mínusz minden téren, fizikailag, így van, tehát ami értéket képviselt, ugye mindig azt veszik el, hogyha, vagy hagyják, hogy az elvesszen pontosabban, mert a Teremtő ugye nem veszel tőlünk semmit, de hagyja, hogy amit elvetettünk, learassuk. Ez megtörtént, akkor jött egy mély, nem mondanám, hogy depresszió, de befelé fordulás, egy komoly önfeltérképezés. Közben ugye nagyon sok nagyon magyar emberrel találkoztam, mondhatnám, hogy hiper
magyar emberekkel, akik rettentően kritikusak voltak mindenki mással szembe, tehát senki sem volt olyan magyar, mint ők, a szokásos, tehát mindig sörös korsó mellett voltak nagyon magyarok, és ebből is ki lehet nőni, és ugye az ember próbált azoknak a kritikáknak megfelelni, rájöttem, hogy nem. Akkor jött el az az idő, hogy akkor nem maradt más a Teremtőisten, és utána kell menni, hogy az ősök mit követtek, mert mintázandó példát én a magam módjára, vagy számára nem találtam, és akkor igazából elkezdtem rengeteg könyvet olvasni, a saját tapasztalatokat feldolgozni, tehát addigra már nagyon-nagyon sok embernek sikerült segíteni, és hihetetlen mennyiségű információm volt, ami nem volt leülepedve. És ez pont jó volt arra ez az időszak, hogy leülepedjem, és abból tudjak meríteni, és rájöttem, hogy gyakorlatilag a szakrális tanítások és minden ilyesmi, az gyakorlatilag a mi múltunk. Tehát nekünk nem kell elmenni se Indiába, se Nepába, sehova, mert minden ebből gyökerezik. Tehát rájöttem arra, hogy nem kell sehova mennünk. Itt van nekünk minden, és akkor jött igazán belülről az, hogy akkor elindulni, és nem az ismert nevek alapján, vagy nem feltétlenül az ismert nagyveretes tanító, vagy tanítóvá titulált emberek alapján, hanem a saját belső megismerésünk útján, és világában, és tényleg a működő dolgok felé. Tehát nem a képzelt és elvek alapján támasztott világba, hanem az, ami működik, ami a paraszti világban, honnan én is jöttem, tökéletesen megállt a helyét, tehát rájöttem, hogy az én nagyanyám és nagyapám az sokkal jobb gyógyteákat tudott, mint a Mária Treven. És ráadásul azokat, amik itt a Kárpát-medencében nőnek. És akkor aztán ezt az én magam temperamentumával gyűjtöttem össze, meg gyűjtöm mai napig, és igyekszem az emberek tudnára adni, és vinni tovább. És arra ösztönözni a tanítványaimat, hogy ne gondolkodás, hanem életmódot váltsanak. Mert ez csak akkor lehet, hogyha nem csak így gondoljuk, hanem így éljük az életünket a mindennapjainkba. És nyilván az a másik jelmondatunk, hogyha szebbé akarod, ha nem elég szépnek találod a világot, akkor tedd szebbé. Tehát nem mástól várjuk, hogy ő változtasson, hanem mi magunk változzunk. Mennyire érzed, hogy változtak az embertársaink? Egy néhány évvel ezelőtti állapothoz képest mennyi nyitottságot élsz lesz most? Vagy mennyivel másabbak ugyanazon kérdésekkel kapcsolatosan? Én nagyon szerencsés embernek tartom magam, tehát én abszolút olyan embereket találkozok, akik teljesen nyitottak ebben. Tehát nagyon sokszor hallom olyan emberektől, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak, mint én, hogy hú, ilyen betegek, meg ilyen emberek fordulnak hozzá, hogy milyen fárasztó. Nem, én olyan szerencsés vagyok, hogy én hozzám csak normális, abszolút normális, és köszönöm, emberek fordulnak, akik tevékenyen akarnak részt venni, aktívan a saját gyógyulásukba, vagy terápiájukba, és ugyanígy tanítványokról is ezt tudom mondani, hogy bár kisebb létszámmal tanítok, mint korábban, tehát sokkal nagyobb a szűrő, tehát régen bárki jöhetett bárhonnan, most van elbeszélgetés, ilyesmi, és bizony van olyan, akinek mondom, hogy majd egy pár év múlva térjünk erre vissza, mert én úgy érzem, hogy nem időszerű, hogy a tanítványom legyen, és van, aki megvárja ezt az időt, és visszatér, és valóban alkalmas, van, aki megsértődik, ebből tudjuk, hogy nem volt alkalmas, viszont nagyon érdekes, mert az eredmény az ugyanaz. Csak nincs visszahúzó erő. Tehát akik korábban ugye nem voltak alkalmasak, de jöhettek, azokra várniuk kellett azoknak, akik sokkal alkalmasabbak és tudtak előre menni, ma ezek meg vannak szűrve, és gyakorlatilag az a kisebb létszám, akivel dolgozunk, azt lehet mondani, hogy szárnyal. És ez nekem is hatalmas merítést, tehát örömet ad, mert látom, most már azért vannak olyan tanítványok, akik 16 évvel ezelőtt végeztek, ahol már a családnak az életében ez 100%-os helye van, amellett, hogy élik az életüket, és már gyerek született, és lehet látni az eredményét. Tehát ebből tudjuk, hogy ez a rendszer, ez működik. Ezt én is vallom, és én is tapasztalom, hogy én legjobban azon szoktam elgondolkozni, miért mondják az embertársaink, hogy a magyar emberek nem tudnak összefogni. Én nem ezt tapasztalom. Így van. Hogyha befogadható információkat kapnak az embertársaink megfelelő módon, akkor mindenki képes összerendeződni, és én ilyenkor értetlenül állok az ilyen megállapítások előtt. Tehát egyetértek avval, amit mondtál, valószínűleg, hogy ez egy univerzális törvény,
valószínűleg a vonzás törvény is valami módon hatást gyakorol, hogy kit milyen szinten találnak meg, és milyen típusú embertársaink. A következő kérdésem az nem egyéni. Te a jelenlegi helyzetben ennyi tapasztalattal a hátad mögött, hogyan látod nem csak a magyar nemzetügyét, mert ugye Magyarországon több nemzetiség is együtt él, és nekünk egy országként kell a jövőben boldogulnunk, és hát méltó életet teremtenünk. Hogy látod, a remény mennyire van helyén most a te szívedben ezzel kapcsolatosan? Hogy belátható időn belül mennyire sikerül megalapozni ezt a közös és lehetőleg békés úton történő változást? Hát én bennem 100%-osan, de inkább 110, tehát hogy a régi rendszernek a hatásfokával élünk, hogy a régi rendszerben a brigádot teljesítettek, tehát 110%-osan érzem én ennek. Nem csak egyébként a reményét, ez nagyon fontos, hanem úgymond az előszelét is. Tehát, hogy érezhető változások vannak. Pont egyébként ez a sok-sok nyitott, tiszta ember, ahogyan szinte semmiből kerülnek elő és váltanak gondolkodásmódot, szemléletet az emberek, szinte számukra is megmagyarázhatatlan módon. Tehát az időszerűsége az abszolút itt van, amit érzek és nagyon fontosnak tartom, hogy az égi támogatása is megvan, ami sokkal többet ér, mint a földi vagy a fizikai síkú támogatás, mert mindig ugye fentről lefelé történik minden, tehát ha fenti megvan, akkor lent nincs olyan erő, ami ebben szembe tudna menni, lehet próbálkozni, de nem nagyon érdemes. Ez már szintén saját életéből tudja az ember, úgyhogy én abszolút úgy érzem, hogy ez időszerű, és én megmondom őszintén, hogy bár nem szoktam soha sem jósolni, sem jövőbe tekinteni, tehát mindig a mostban igyekszem a maximumot leadni, de mégis beteljesülni látom a magyarságnak a sorsát, és nem rabszolgaként. Ez fontos. Tehát nem valakit szolgálni, hanem valamit, azt, amiért egyébként a magyarság a földre született. A küldetését. A küldetésünket beteljesíteni. Következő kérdésem hozzád. Mindig jelentőséggel bír az, hogy ki milyen jeleket alkalmaz, használ, akár öltözékén, akár viseletében. Én úgy gondolom, hogy tisztában vagyok vele, de a nézők nem biztos. Segíts nekik megismerni, miért van neked sólyomtól a hajadba? Hát, ugye ez lehet egyszerűen azért, mert kaptam egy sólyomtól. Hát ráadásul ez az Engő nevű sólyomtól, aki egyébként már volt itt a műsorban. De hát nekem nagyon fontos életet tölt be az életembe a turul. Ezt nagyon fontos tudni, hogy hosszú ideig tudatlanul, tehát alig tudtam valamit a turulról, csak egy nagyon erős vonzás volt a turul felé, és aztán a Solymászrendnek és Lóki Györgynek, Magyarország fősolymászának köszönhetően testközelbe kerültem a sólyommal, gyakorlatilag a turul minőséggel, és azt azért nagyon fontos tudnunk, hogy a sólyom, a turul, az maga a nemesség. Tehát nem véletlenül az Árpád ház, az turul ház volt ugye a legnagyobb nemesi család. Egyrészt a sólyomnak a nemesség, ami nagyon fontos. Másrészt ugye azért is van itt, hogy mindig figyelmeztessen engem, de mindenhol ott van az életemben. Tehát nagyon nem tudok egy lépést se tenni a turul nélkül, tehát az autóban, az övcsatomon, ahol csak lehet. Ott van a turul, de rengeteg régi szkíta, hun és avar magyar jelkép, hiszen ebben éljük az életünket, a valós életünket, és nagyon fontos, hogy mindig ott legyenek, hogy mindig tudjuk, hogy honnan jöttünk, és hogy hová tartunk. Mert csak egy út van előre, és az visszafelé vezet az őseinkhez. A másik az, hogy ez hozza magával ez a toll ezt a minőséget is, tehát készteti az embert, hogy a hasonló minőséget, nyilván nem tudjuk a túlú minőséget emberként elérni, de törekszünk rá. Akkor is, amikor mi itt anyagba vagyunk zárva, hogy csak egy-két szóba említsem, ugye az egyenesen lecsapó madár a turul, a fény felől jön, tehát a napból, ne felejtsük el a hun lobogót, ugye, ami abszolút olyan, mint a székely lobogó, csak a nap és a hold, mert a napban ott van a sólyom, ami a nap felől, a fény felől érkezik, aki hozza magával a fényt, ez egy nagyon-nagyon fontos
és mindig felül tud emelkedni mindenen. Tehát, hogyha van egy napi gond, vagy akár kisebb, vagy nagyobb, ez nem is gond, mert hogyha vesszük a turulminőséget, és felül emelkedünk, akkor rájövünk, hogy ez milyen kicsi az egész világhoz képest, és teljesen felesleges aggódni rajta, mert mindig van rá megoldás. A másik az, hogy azért nem szabad elfelejteni, hogy ő a nemzeti címer madarunk, és abszolút a minőséget képviseli. Azt a minőséget, ami bármilyen erőt képes legyőzni, és azt azért tudni kell a sólyomról, a turulról, hogy gyakorlatilag egy korlát nélküli ragadozó mégsem öl, pusztít feleslegesen, csak amikor és amire szüksége van, annyit zsákmányol, és nem többet, és soha nem a legjobbal kezdi, hanem mindig a leggyengébbel, hogy holnap is legyen neki mit enni, és a családjának, hogy a genetika fönnmaradjon. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy gyakorlatilag egy kicsit előre gondolkodik, de mindig a jelenben él, hiszen hogyha az ő 300 km-es sebességével a holnapon gondolkodna, amikor lecsap, akkor a földbe csapódna be. Tehát a pillanatot meg tudja élni, és ez nagyon-nagyon fontos. A másik, hogy azért egy ilyen kicsi madár, ami másfél-két kilós, kerecsen sólyomról beszélünk, képes egy szirtisast is leütni a levegőben. Hogyha veszélyben forog a családja, nem gondolkodik rajta, és ezt nekünk időszerű előhoznunk. Hogy a számoktól és az erőtől nem kell tartanunk a magyar népnek, mert a minőséget képviseljük, mint ahogyan sok ezer éven keresztül. Hát ezért van nekem sólyomtól a hajomban. Szívemből szóltál. Akkor gyakorlatilag a turul minőség az nem más, mint a tudatos létvezér elve és képviselője. Rövidesen lejár az időnk. Megkérlek, hogy gondolsz meg azt a gondolatodat, amit most a nézők felé közvetíteni szeretnél, búcsúzó. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy 4 éven keresztül figyelemmel kísérték a műsort, és remélem, hogy 5. és akár a 10. évfordulón is legalább ennyien, vagy még többen fogják nézni ezt a műsort. Nagyon köszönöm a sok visszajelzést, nagyon-nagyon jó érzés, ilyenkor 100%-ban biztos vagyok már benne, hogy volt értelme energiát, munkát belefektetni abba, hogy létrejöjjön ez a műsor. És szeretném megköszönni, mert hogyha figyelemmel kísérik, akkor a lelkükben magyarok, és én kérni szeretnék most. Egyrészt köszönöm, hogy magyarok, és kérni, hogy amikor meditálnak, gondolkodnak, vagy imádkoznak, vagy csak elgondolkodnak a műsor után, akkor mindig legyenek büszkék arra, hogy magyarok, mert méltán lehetünk rá büszkék. És minél többet gondolunk az őseinkre és a hőseinkre, ők annál több erőt sugároznak át nekünk. Csak az elfeledett aranynak nincs értéke. Ami előkerül az iszapból, újra értéket nyer, bármennyi időt is volt az iszap alatt. Dicsőség az őseinknek, szép és gazdag jövőt az utódainknak. Köszönjük a figyelmet. Áldás van Magyarországon, áldás van rajtunk.